látom most rajtad, hogy azért olyan nagyon nem vagy elkeseredve. Teljes kesergésen nincs okom azért. Az olimpia vége azért jól sikerült. A 201 bronzérme, és hát ami számomra fantasztikus eredmény, a 400-as vegyes vált ötödik helyezése, az egy kicsit kárpótolt, bár azért hozzákeltem, maradéktalanul nem fog tudni örülni ennek a szereplésnek, mert úgy érzem, hogy én ennél többre vagyok képes, több van bennem, de ezt nem sikerült megmutatnom, úgyhogy érzem magamba azt a késztetést, azt a motivációt, hogy folytassam tovább. Pillanatra megfordult a fejedben, amíg itt voltál a két első szám kudarca után, hogy hát akkor itt most annyi? Hát bennem volt, hogy azért ez nagyon nagy törés volt számomra, és nagyon nagy gondot jelentett ezt nekem feldolgozni, de azért bennem volt, hogy még nincs vége a versenynek, még van itt számom, van itt még keresni való, meg kell próbálni. Próbálkoztam és próbáltam csinálni. A vége viszonylag jól sikerült, de hát azért mindig is maradni fog bennem egy óriási hiányérzet. És ilyenkor milyen eszközökhöz nyúlsz? Felhívod a családodat, vagy az edzőt, segítségét kéred? Hát mindenkit, aki körülöttem van, és úgy érzem, hogy adok a véleményére, vele elbeszélgetek, és felhívom a szüleimet, barátnőmet, megpróbálok a sportpszichológussal beszélni pár mondatot, az edzőkkel nagyon sokat beszélek, ki kell beszélni magamban, nem lehet benne magamban folytani. Mit tudsz kezdeni a fanyalgó megjegyzésekkel, amik otthonról jönnek? Ugye nem tudjuk meghazudtolni magunkat. Én azt hiszem észre, hogy emberek nagyon szeretnek, és úgy tekintnek az eredményemre, hogy ez egy nagy eredmény, és óriási dolog, amit elértem, bár hozzáteszem, hogy én magam is elégedetlen vagyok, de az emberek nagy része pozitív dologként áll az olimpiához. Az, hogy meg mindig vannak fanyagok, vagy negatív hangvételek, ez szerintem ez egyfajta ilyen magyar betegség is, meg hát akinek vannak barátai, azoknak ellenségei is vannak, tehát ezzel nincsen gond. Akárki elér valami sikert, irigyei mindig lesznek, úgyhogy ez nincsen gond. Minden magyarnak szeretnék örömet szerezni, még a fanyalgóknak is. Remélem egyszer majd okot adok egy olyan teljesítményen, amire ők is azt mondják, hogy ez igen, ez hibátlan teljesítmény. A két amerikai srác ott a éremátadásnál nem volt túl szimpatikus sokak szerint. Ők milyenek a színfalak mögött? Jó fejek? Megvan a tekintélyed náluk? Hát igazából én azt mondom, hogy mi nem nagyon beszélgetünk, barátkozunk egymással, gondolom valamennyire megvan tekintélyem, de kicsit úgy érzem, hogy nem vettek a túlságosan komolyan. Bár lehet, hogy készültek minden, de ezt így tehát nem adták a tudtomra, hogy nagyon, nagyon úgy beszélgetni szeretnék rá, vagy bármi ilyesmi. Hogy konkrétan az eredményéletésnél hogy viselkedtek, vagy hogy nem, én azt nem láttam, én csak magamra koncentráltam az eredményéletésnél. Bár az érdekes, hogy valaki felháborodott külföldről, hogy az eredményéletés attól, hogy viselkedtek az amerikaiak. Hát ők ilyenek, meg rengeteg eredményéletésük volt nekik, ez már idézőjelben mondom, nem biztos, hogy olyan nagyon nagy dologot jelentett. De azért még vannak terveim, szeretném egy kicsit újraépíteni a lelkemet, rengeteg jó eredményem. Valószínűleg egy kis pihenő jön, de utána újra kezdem az edzéseket, és elvileg évvégén van rövidpályás Európa-bajnokság is, meg rövidpályás világbajnokság is. Most úgy érzem, hogy mind a kettőn szeretnék elindulni.